Isten és a lélek egy időben egy, és ugyanakkor külön egymástól. Mint lelki energia, akkor egy. Isten is lélek, lélek is lélek. De ugyanakkor Isten egyéni személyiség, és a lélek, vagy a élőlény egy különálló egyéni személyiség mint például mi itt vagyunk a világban az emberek, mint emberek mi egyek vagyunk, mert emberek vagyunk, de külön-külön, külön egyéni személyiségek vagyunk. Mint az apa és a fia, a apa, az, a fia nem különbözik az apától, mert apától származik, de ugyanakkor az apa, aki gondoskodik, a fia az, akiről gondoskodnak. Ugyanúgy Isten, aki gondoskodik, és a lélek, egyéni lelkek, akiről gondoskodnak. Ez nem is, ez nem ugyanaz. Egyik ad menedéket, másik a menedékbe van.